Üdv! Ebben a videóban számolást segítő szabályokat fogok elmondani. Nem is jó az, hogy szabályok, inkább nevezzük számolást segítő ajánlásoknak. Ugye a szabályokat követni kell, ezt ha nem követik, akkor is kijöhet a jó megoldás, de mégis sokkal jobban leegyszerűsítik a számítás menete, hogyha már itt papíron, illetve itt táblánál kiindulunk a lineáris egyenletrendszerekkel. Na nézzük, vegyünk egy tetszőleges kiinduló táblázatot, legyen azt mondja A1, A2, A3, A4 oszlopvektor, itt legyen mondjuk egy B vektor, ezt tudjuk, hogy miért így néz ki, és itt legyen az, hogy 2, 0, 2, 5, mondjuk 8, aztán 0, 1, 3, 2, 4, és 4, 0, 4, 10, és 16. Majdnem tetszőlegesen írtam föl ezt a kiinduló táblázatot, az első két sor teljesen hasraütésszerűen, a harmadikat nem. Na jó, tehát van egy ilyen kiinduló táblázatunk, és akkor kötelező érvényű szabály, amit mindenféleképpen tudni kell, hogy ebből a 3x4-es mátrixból bármit választhatnak generáló elemnek, kivéve a nullát, hiszen azzal nem oszthatunk. Tehát a nullákon kívül bármit választhatunk. Az első ilyen ajánlás az, hogy lehetőleg a legegyszerűbbet tessenek választani, tehát ilyenkor, ha van a táblázatban egy, akkor válasszák azt, mert egyel való osztástól egyszerűbb nincs. Tehát, hogyha szeretik a kihívást, hajrá, lehet a tízest is, csak dolgozatban le. Jó? Tehát ez az első szabályunk, hogy ha lehet, nem is szabály, hanem ajánlás, ha lehet, akkor egyest válasszunk. A második ajánlás az azt mondja, hogy igyekezzünk úgy választani generáló elemet, hogy annak oszlopában és sorában lehetőleg jó sok nulla legyen. Hát most nyilván ez egy ilyen tenyésztett példa, ezt az egyest, ha választom generáló elemnek, akkor tessenek megnézni, alatta, fölötte egy-egy nulla van, ilyenkor mi történik számolás nélkül? Hát az történik, hogy a generáló elem oszlopában lévő nulla miatt a nullát tartalmazó sort az változatlanul le tudjuk írni. Nézzük meg, hogy miért. Tehát ez az ötös, miért lesz ugyanaz az ötös a következő táblázatban? Hát azért, mert amikor képzem a másik átlót, akkor a másik átlónak az értéke az a 0 és a 2. Na most, hogyha úgy számítjuk ki az x újat, hogy ez egyenlő az x régi mínusz, a másik átlót jelzem A-szor B-vel, a generáló elemet pedig G-vel, akkor az 5-nek az új értékét, tehát az x régi az 5, úgy számolom ki az új értékét, hogy a másik átló mentén szorzok, de a másik átló mentén azt kérem szépen az egyik tag az mindig nulla. Hogyha nullával szorzok egy nem nullát, vagy akár ez is lehet nulla, de mindegy, az egyik tagja nulla, akkor ennek a számlálónak az értéke az biztos, hogy nulla. Amit elosztok egy nem nulla generáló elemmel, az továbbra is nulla, vagyis nem vonok le semmit. Tehát az x régiből nem vonunk le semmit, ez az oldal marad ez, ami megegyezik az x újjal. Ezért kérem szépen. És ez nem csak az 5-re igaz, hanem bármelyik másikra, ha megnézzük mondjuk a 2-est, akkor a másik átló az a 0 és a 3. Tehát megjegyezzük, hogy ha a generáló elem oszlopában van 0, akkor a nullát tartalmazó sorokat változatlanul le tudjuk írni. És ez igaz, tessenek végig gondolni a sorra is, ha a generáló elem sorában van nulla, akkor a nullát tartalmazó oszlopot tudjuk leírni. Ezt már nem mutatom meg, ezt vagy elhiszik, vagy megnézik. Jó, ez volt a második szabály, a második ajánlás. A harmadik ajánlás meg az, hogyha észreveszem, hogy a sorok nem lineárisan függetlenek, mit értek ez alatt, hogy hát általában azt értem, hogy az i-edik sor mondjuk a j-nek a konstans szorosa, vagy skalár szorosa, amit itt úgy tudok szemléltetni, hogy vegyék észre, hogy az első sor 2, 0, 2, 5, 8, ez pontosan a fele a harmadik sornak, vagy inkább fordítva fogalmazok, a harmadik sor az pontosan kétszerese az első sornak, tehát hogyha látom, hogy ezek itt nem függetlenek, akkor ez azt jelenti, hogy ha az i-edik sorból választom egy generáló elemet, bármelyiket, mindegy, ha választom ezt az ötöst, akkor a következő táblázatban a nem lineárisan független sornak, tehát ennek jelen esetben ennek a harmadik sornak az értékei csupa nullák lesznek.
Ennek is megvan a magyarázata. Hát akár ki számolhatjuk, hogy a 4-nek mi lesz az új értéke, összekötöm, másik átló, 2x10 az 20, osztva 5-tel az 4, 4-ből 4 az 0, de ez csak egy egyszerű szemléltetése ennek, nézzük meg általánosan, hogy ez miért igaz. Tegyük fel, hogy általánosan azt írom, hogy V1, V2, V3 és V4 értékek lesznek csak az A vektornak az első koordinátái, és ennek skalár szorosa legyen, ha már skalár, akkor legyen lambda, nem is kell indexelni, lambdászor V1, lambdászor V2, lambdászor V3 és lambdászor V4 legyen a lineárisan függő sor. Teljesen mindegy, egyik a másiknak skalárszorosa. És akkor mit mond ez az ajánlás? Hogyha valamelyiket választom generáló elemnek, mondjuk választom ezt a V1-et, ami nem lehet nulla, akkor ezek az értékek a következő táblázatban biztos, hogy nullára módosulnak. Mi ennek az egyszerű magyarázata? Ennek keresem az értékét, ennek a lambda V2-nek. Mi történik? Összekötöm, másik átló. Akkor a másik átlóban egy olyan szorzatot látok, hogy lambda szor V1, ez a tag, szorozva a V2-vel, ez a szemléltetésben úgy nézett ki, hogyha 5 a generáló elem, akkor 2x10. Tehát ami itt ebben a példában 2x10, az itt lambdászor V1, szorozva a V2, ezt osztom a V1-gel a generáló elemmel, és nézzük, mi történik, ez itt szorzat, tehát a V1-gel lehet egyszerűsíteni. Tehát a másik átló szorzata osztva a generáló elemmel mindösszesen annyi lesz, hogy lambdászor V2. Így. És akkor mi történik? A régi elemből, ami történetesen ugyanaz, lambdászor V2-ből kivonom a lambdászor V2-t, tehát itt már is megjelent a nulla. Jó, ezt a három szabályt tessenek, vagy ajánlást tessenek egy észben tartani, és papíron, ha számolnak, akkor ezzel nagyon meg tudják könnyíteni a számolásnak a menetét.